Lúzaváros, Lúzaváros! Hi-ha! Bocs, hogy megzavarlak. Látom, hogy Lúzaváros szurkoló vagy. Lúzaváros! Hé, baromarcukám, ismerlek ám te tégedet. Te egy mocskos HTB drukker vagy? Ez a nap is jól kezdődik, de nagy mazlista vagyok. Én csak egy riporter vagyok, nem vagyok HTB-s. Hazudsz, hogy a Deutsch vigyen el. Esküdj a torgyán 8 óra. Esküszöm. Oké, cimbi, várj, megkeresem a szemüvegedet. Na tessék, tudok egy jó optikus. Na mi van? A Smirzi televíziótól vagyok, és szeretném megkérdezni, mit tudsz a... Nem mi voltunk! Persze, persze. Tudod, a meccs után... Milyen meccs? Milyen meccs? A HTB ellen. Ja, a jó lenyomtuk a köcsögöket. HTB, az a mocskos HTB, mocskos HTB, mocskos HTB. A lángoló vonatról mit tudsz? Nem, azt nem láttam. Ki játszik benne, Stallone vagy a Van Damme? Nem filmre gondolok, hanem a vonatra, amire felszálltatok meccs után. Mi nem szálltunk? Nem. Nem, már fönn voltunk. Végig a meccs alatt? Megkérdezhetem, mit csináltatok? Szurkoltunk, énekelgettünk, buzdító dalocskákat, őriztük a lángot. Tehát ott voltál, mikor égett a vagon. Milyen égés? Milyen égés? HTB égett, 3 óra, az volt az égés. Azt mondod, hogy nem volt tűz? Nem, hogy a nyavajas sem bele, nem volt, mit csiholtuk. 90 percig kínlottunk, de megérte. Elnézést, és ki húzta meg a vészféket? Ezt itt a kezembe? Igen. Fogalmam sincs. Állítólag azért állítottátok meg a vonatot, hogy köveket szedjetek megdobálni a HTB-s kocsikat. Ebből egy szó se igaz! Csak a döbbenet hangjait tudom tolmácsolni. Én csak ásványokat gyűjtöttem. Megtetszett néhány szép ásvány a töltésen. A többieknek is? Persze, az ásvány szakkörünk nemzetközi hírű. Akkor nem dobálóztatok a HTB-sekkel? Ugyan, csak a döbbenet, amit ki tudok fejezni, mi csak csereberéltünk. Ásványokat. Igen, néhányan bélyegeket is, de elfújta a szél a szerencsétlenek. Állítólag sörös üvegek is repkedtek. Ja, igen, a címkék miatt. Én 5 borsot is gyűjtöttem. Én. Megkérdezhetem, itt vannak? Nem, a sebészeten hagytam. Vagy szépen leáznak a szilánkokról. És mi történt az ülésekkel? Milyen ülés? Nem értem a kérdést. Nem rongálódtak meg? Hát mitől? El sem tudom képzelni, semmi bajuk. Szépek, gyönyörű hasított bőr ülések. Na. Visszatérnék a tűzre, mert szemtanúk szerint az egyik vagon lángolt. Na ne! Ez a mi épeszünkkel felfoghatatlan. Mi csak énekeltünk. Csak a döbbenet és a megbotránkozás hangján tudok a magnótba bele. Mégis mit gondolsz? Mitől gyulladhatott ki a vagon? Ha nem, te el se tudom képzelni. Ha csak nem, ha volt ott néhány utas, nem közülünk valók, mert nagyon begyulladtak. Ugye ezt nem gondolod komolyan? Nem, tényleg nem. Csak én nyilatkozgatok, ahogy a nagyoktól láttam. Esetleg lehetett öngyulladás nagy csúfoltság miatt. És nem volt a kocsiban meleg? Nem, sajnos egy sem. Volna egy is, akkor nincs tűz. Akkor lincselés van. És a tolerancia számotokra ismeretlen fogalom? Nem, annak vagyunk, a legnagyobb hívei vagyunk annak, amit mondasz.
Tolerancián. Aki nem ilyen tolera, mint mi, annak annyi. És miért nem működtek a tűzoltókészülékek? Nem tudom, mert mi ugye igyekeztünk megszabadulni minden fölösleges tehertől. Felfoghatatlan a mi épeszünkkel. Mi csak énekelgettünk ártatlan dalocskákat. Szerencsére a tűzoltók eloltották a tüzet. Igen. Észre se vettük a zenevarázsat. Mert mi csak énekelgettünk. Megkérdezhetem, mit énekeltetek? Ja, azt megkínál, azt énekelgettük. Hegyek között, völgyek között kigyulladt a vonal. Tudja már! Tudja már!